Az első kérdés akkor az is lenne, hogy hány évesen lettél szurkoló, és milyen behatások miatt? Hát én már a 10-11 éves korom körül, 9-10-10-11 ilyen tájban. Tehát a Trapattoni csapatának a fénykora, az aranykor. Marco Tardelli, Gaetano Schirea. Az 80-as évek vége felé? 80-as évek derek, a 83, 84, 85. Michel Platini, Paolo Rossi, Boniek. Ez az aranykor. Én azt gondolom, hogy ez a minden idők legnagyobb Juventusa. És engem ez akkor teljesen elragadott. Gyermeki lelkemet teljesen magával ragadta és elsodorta. És az volt az érzésem, hogy ez a csapat, ez a mennyben tréningezik, és alászáll a földre ezekre a meccsekre, amikor hát így mindenkit leoktat. És hát persze Michel Platini volt a kedvenc. Tehát ő volt a felülmúlhatatlan, a három gól királyi címével, úgyhogy irányító középpályást játszott. Az elképesztő kreativitásával, az elképesztő technikájával, meg a hihetetlen erős mentalitásával. Tehát az én azt hiszem, hogy a Michel Platini is egy ilyen páratlan ikon volt a futball történetében. Nagy kár, hogy sportvezetőként egy ilyen korunk az ember vált belőle. Igen. De hát azt gondolom, hogy ez két különböző síkon zajlik. Ez a két különböző cselekmény. Szóval meg ritka az, hogy a játék intelligencia, meg az intelligencia, a hétköznapi értelemben vett intelligencia itt találkozzon valakiben, mint ahogyan a Platiniben találkozott. Azt gondolom, hogy talán a Franz Beckenbauer példa még erre. Azt hiszem, hogy általában azok a játékosok, klasszis játékosok, akik a pályán is irányítottak, és aztán az öltözőben is irányítani tudnak, sőt, hát adott esetben klubokat vagy szövetségeket tudnak irányítani. Most, hogy hogyan, ez megint más kérdés. Meg, hogy elsősorban ezt a közjónak, vagy a saját gyarapodásuknak a mentén, a futballpálya az egy egyszerűbb képlet. Ott a közjó és a saját gyarapodásod az egy és ugyanaz. Sok gólt kell lőni, meg kell nyerni a meccseket, meg kell szerezni a címeket, és akkor azzal a futball nagykönyvébe is beírod magadat, meg a saját gyerekeidnek a jövőjét is biztosítod pénzügyileg. Szóval, hogy akkor lettem Juventus szurkoló, és szóval, hogy én ebben a futballban ebben nagyon konzervatív vagyok. Tehát nekem a futball az a tradícióról szól. Nem az üzletről. És nem az üzletről kell, vagy kéne, hogy szóljon, hanem a tradícióról, a múltról. A futball az arra szolgál, hogy a múlt dicsőségét azt átvigyük a jövőbe. Megőrizzük a jelenben, és átörökítsük a jövőnek. És nekem sajnos nagyon-nagyon rossz érzéseim vannak mostanában a Juventusszal kapcsolatban. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a klub, meg a klubnak a vezetői, azok összetörték a szívem. Az nem egy szívderítő látvány végignézni azt, hogy az embernek a szíve hölgye egy szajha lesz. És ezzel nem enyhít jóformán semmit sem, hogy nem egy filléres útszéli szajha, hanem egy luxus szajha, amelyik luxus hoteleknek a lakosztályaiban hentereg milliárdosokkal. A szajha az csak szajha.
És sajnos a helyzet az, hogy én azért a Juventusért, amivé a Juventus mára vált, már nem tudok rajongani. Én ezt a Juventust már nem tudom imádni. És ennek nagyon-nagyon sok faktora van, hogy hogyan vált ezzé a Juventus, ami ma. Hogyan vált ezzé az olasz Real Madrid-dá, ami ma. Nyilván a Cristiano Ronaldo-nak jelentős szerepe van ebben, de én azt gondolom, hogy a Cristiano Ronaldo nem ok, hanem okozat. Itt nagyon sok tényezőt kell számba venni. Nagyon sok, hogy is mondjam, nagyon sok koporsószöget bele kellett verni az én Juventus iránti imádatomnak a koporsójába ahhoz, hogy én azt ilyen módon el tudjam temetni, vagy hogy én azzal ilyen módon le tudjak számolni. De hát ez végbe ment, ez a folyamat. Egy csomó kérdést föl kéne tenni, és attól tartok, hogy a klub jelenlegi vezetői ezekkel a kérdésekkel nem szembesülnek. Vagy ha szembesülnek, ezeket a pénzügyi racionalitás mentén lesöprik az asztalról. Olyan megszállottan, olyan örjöngve hajszolja a Juventus a nagyfülű serleget, a Bajnokok Ligája trófeáját, hogy ezért ma már ténylegesen feladta azt, ami. Feladta a spiritót, feladta a zebra csíkokat, feladta a címerét, feladta az identitását. Ezeket a kérdéseket külön-külön-külön meg lehet vizsgálni. Amikor a Juventus megváltoztatta a címerét, akkor én nekem szóval először is azt éreztem, hogy ez nettó gyalázat. Hogy a Juventus persze mindig 10-15 évenként ránc felvart, de mégiscsak tradicionális címerét leváltja egy logóra, egy márka logóra. Mint a Juventus egy sportszer márka lenne. Itt aztán nekem a fejembe vette magát egy gondolat, egy reménysugár, hogy esetleg a Juventus saját sportszermárkát hoz létre, és hogy a jövőben nem kell elvtelen és identitáspusztító egyességeket kötnie az Adidasszal, hanem megőrizheti a saját tradícióját, ahhoz hozzárendelhet egy sportszermárkát, abból aztán külön bevételeket termelhet, tehát a sportszergyártónak a bevételeit is bevezetheti a klubkasszába, amiből aztán extra profithoz juthat, és amiből aztán újabb és újabb erősítésekre, meg infrastruktúrális bővítésekre telhet. Szóval, hogy én ebben reménykedtem, hogy a Juventus az egy sportszermárkává válik. Persze abban is reménykedtem, hogy ha sportszermárkává válik, akkor egyetlen más klub sem viselheti azt a sportszermárkát, csak is a Juventus. De ez érthetővé tette volna a számomra azt, hogy egy klub miért váltja le a 100 éves címerét. És dobja el. De aztán újra kötöttük a szerződésünket, mármint a Juventus újra kötötte a szerződésünket az Adidasszal, és ez az elképzelés is elhessent. Szóval, hogy szó sincs saját sportszermárkáról. Szó sincs arról, hogy a Juventus márkájú szerelésekben lépne a pályára. A Juventus nem ezért cserélt el a címerét, hanem egyszerűen azért cserélt el a címerét, hogy a fiatal nemzedékekben, akik egy klubcímert már nem tudnak és nem is hajlandóak megkülönböztetni egy sportszermárka logójától, trendibb legyen. Hogy ezeknek a nemzedékeknek a szívébe, vagy a zsebébe, vagy a tudattalannyába belopja magát.
ezzel a logóval. Ez nettó identitásgyilkolás. Én nem is értem, hogy egy klub hogy merészel ilyesmit megtenni. Tudunk ilyenre példát? Tudunk ilyenre egyéb példát? Bármelyik klub csinált ilyet, és volt szüksége erre ahhoz, hogy Bajnokok Ligáját nyerjen? Vagy hogy a világvezető klubjai közé kerüljön? Csinált ilyet a Manchester United? Elkövetett ilyet maga ellen a Barcelona, vagy a Bayern München? Vagy akár a Real Madrid? Ilyenre példa sincs. És a klub szurkolói mindezt egyszerűen lenyelték. Mert ha a címer lecserélésével közelebb jutunk ahhoz, hogy le tudjuk igazolni Ronaldót, vagy mit tudom én, le tudjuk igazolni a következő Ronaldót, vagy az azt követő Ronaldót, akkor hát ezt meg kell tenni. Akkor hát a racionalitás ezt diktálja. Csak szeretném jelezni, hogy a futballszurkolás az nem racionalitásról szól. Ha a racionalitásról szólna, akkor mindenki Real Madrid szurkoló lenne. Mert nekik éri meg szurkolni, mert ezek mindig nyernek, ugye? Igen. Legalább egy bajnokságot, ha más nem, de inkább legalább egy Bajnokok Ligáját. Vagy hogyha azt nem, akkor a Barcelona. Ugye? Mert a nem a Real Madrid, az a Barcelona. A nem a Ronaldo, az a Messi. Tehát, hogyha a Juventus mindenáron akarja a nagyfülű trófeát, akkor ő neki ebben a mémháborúban, ebben a posztmodern térben kell nyerőnek lennie, gondolta ezt Andrea Agnelli. De ez nem igaz. A Juventus nem került közelebb a Bajnokok Ligája trófeához az új címerével. A Juventus nem került közelebb a Bajnokok Ligája trófeához a zebra csíkjainak a levedlésével és az elvtelen alkuval, amit az Adidas-szal kötött, ami a saját tradíciójának az arcul köpését képezi. A Juventus nem került közelebb a Bajnokok Ligájához azzal, hogy a Bajnokok Ligája címhez azzal, hogy elbocsátotta Allegrit és leigazolta Sarrit. Épp ellenkezőleg távolabb került tőle. A Juventus nem került a közelbe a Bajnokok Ligájához azzal, hogy eldobta az identitását. Bár nyilvánvalóan ennek érdekében dobta el az identitását. Az Agnelli úgy ítélte meg, hogy a Juventus identitása az akadálya. A Juventus tradíciójához való hűsége az akadálya a Bajnokok Ligája cím megszerzésének. Ami a legkevésbé sem volt így. Két Bajnokok Ligája döntőt játszottunk az elmúlt évtizedben, és azt mondhatom, hogy az Allegrivel hosszú távon minden esélyünk meg lett volna arra, hogy megszerezzük a Bajnokok Ligája címet. Akár az Ebra csíkokkal, Ronaldo nélkül, a régi címerünkkel. Minden esélyünk meg lett volna rá. Sajnos a sikernek az elvtelen óhajtása az elveszejtette a Juventus-szal azt, ami volt, és azt, amiért szerethető volt. A Juventus a tradíció miatt volt szerethető. A Juventus a spiritó miatt volt szerethető. A Juventus a múlttal való szerves összefüggése nyomán volt szerethető. Amikor a Juventus elvágja a szálakat, amelyek a múltjához fűzik, akkor a Juventus ebben a posztmodern térben egy mémmé válik. Amely mém lehet egy népszerű mém, egy nagyon népszerű brand. De a hozzám hasonló szurkolók számára, akik a tradíciót keresik, akik a hagyományban, a futball hagyományban gyökereznek érzelmileg, lelkileg, azokat meg elidegeníti ezzel. Tehát most mondhatom, hogy a Juventus
az én szeretetemet és rajongásomat odadobta kínai, koreai, japán, meg egyéb kelet-ázsiai és dél-kelet-ázsiai szurkoló timik százezreinek a rajongásáért. Értelemszerűen egy csomó tradicionális szurkolót elveszít a Juventus ezzel, de nyilvánvalóan szerez is ezzel, mert hát Ronaldo az megszervezi a szurkolókat. Tehát ugye értjük, hogy a Ronaldo egy erősebb brand, mint a Juventus, tehát a Juventusnak le kellett igazolni a Ronaldot, hogy előrelépjen, gondolta ezt át Andrea Agnelli. Neki ez így tűnt logikusnak. Csak hogy mivel a Ronaldo egy erősebb brand, mint a Juventus, nem a Juventus igazolta le a Ronaldót, hanem a Ronaldo a Juventust. Ez a szomorú hír. Nem a Ronaldo tartozik a Juventushoz, hanem a Juventus tartozik a Ronaldohoz. És mindahhoz, amit a Ronaldo jelent. És mindahhoz, amit a Ronaldo képez. Cristiano Ronaldo az maga az anti-Juventus játékos. Maga az a játékos, akinek a Juventusban semmi keresnivalója nem volna. A önimádatával, a narcizmusával, a legendás önzésével, azzal a mámoros és elfogódott önimádattal, amivel minden pillanatában pózol. Ez nem a Juventus. A Juventus az eleve nem az a klub, amelyik csúcson lévő világsztárokat igazol. Ez nem a Juventus. Ez nem a Juventus. Ennek semmi köze a Juventus hagyományaihoz. A Juventus fiatal, feltörekvő játékosokat vásárol, olyanokat, akikben benne van a potenciál, hogy a következő 5 évben világsztárrá válnak. És a Juventusban válnak világsztárrá. És aztán, ha el akarnak menni, a Juventus nagy pénzért eladja őket. Ha maradni akarnak, akkor meg visszavonultatja őket a saját csapatából. Akkor megőrzi őket, mint korona ékszereket. Ez nem a Juventus, amelyik világsztárokból ilyen galaktikus világválogatottat épít. Ez a Real Madrid, ezt ismerjük. Aki erre gerjed, az Real Madridnak szurkol. Vagy mondjuk a Bayern Münchennek szurkol, hogyha német csapatot akar. Ez nem a Juventus. Soha nem ez nem a Juventus. Ez a Silvio Berlusconi féle AC Milan, amelyik három idegen légiós játszathat ott egyszerre, mondjuk a 1994-es Bajnokok Ligája című például úgy szerezték, hogy volt 6 világklasszis idegen légiós, de abból csak 3 lehetett egyszerre a pályán. Tehát a padon ült Papen, a padon ült Van Basten, meg Rijkaard, meg Hulit, mert hogy talán nem is 6 volt, hanem 7, mert hogy a pályán volt éppen a Savicevic, a Boban, meg a Desai. tehát volt 7 idegen légiósuk, miközben 3 játszhatott a pályán. Mert ők csilliárdos világválogatott csapatot csináltak. Ez az AC Milan. Ez Berlusconi. Amikor már azt látom, hogy a Juventus a 2010-es éveknek, vagy 20-as éveknek, ami az 1990-es éveknek volt a Milán, akkor a undort érzek, mert én azt a Milánt gyűlöltem. Szívből gyűlöltem, meg ezt a mentalitást. Hogy olyan játékosok ülnek a padon, amely játékosok, hogyha az ellenfélnél játszanának, talán az ellenfél nyerne. De a padon ülnek, mert a Berlusconi leigazolta őket, kvázi kivásárolta őket a döntőből. Na most ez, aki ezt szereti, az szurkoljon a Milánnak. A Juventus nem ez. A Juventus ugye az a nevük, hogy ifjúság latinul. Ez azt jelenti, hogy mi a spiritóban utazunk, mi a potenciálban utazunk, mi a lehetőségben utazunk. Mi nem a világsztárt igazoljuk le, hanem mi azt igazoljuk le, akiből 3 vagy 5 év múlva világsztár lehet, és világsztárrá tesszük. Az igazság az,
hogyha a Giorgio Chiellini nem lenne ott a csapatban, már semmi nem fűzne a Juventushoz. De semmi. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Giorgio Chiellini személye az egyetlen, ami nekem még kapcsolódást jelent a Juventushoz. És az igazság az, hogy nem egyedül én érzem ezt. Az nem véletlen, hogy a Giuseppe Marotta az felmondta az együttműködését a Juventusszal, és átigazolta az Interhez, ahova aztán leigazolta Contét. És most már a Conte meg a Marotta, akik csodát tettek a Juventusnál, akik két hetedik helyezett csapat, két egymást követően hetedik helyezett csapatból bajnok csapatot csináltak, és verhetetlen bajnokot csináltak Olaszországban a Juventusból. Ők most Milánóban egyesítik az erőiket. Teljesen nyilvánvaló, hogy a Giuseppe Marotta miért mondta fel az együttműködést a Juventusszal. Teljesen nyilvánvaló, hogy ő ellenezte a Cristiano Ronaldónak a leigazolását. Sportszakmai szempontok szerint a Cristiano Ronaldónak a leigazolása egy őrültség, egy öntökön szúrás. Gazdaságilag is, meg csapatépítésileg is. Egy óriási öngól. Nem is sportszakmai célból vásárolta a Juventus Cristiano Ronaldot, hanem kifejezetten marketing célból. Na most, amikor a marketinges állítja össze a Juventusnak a keretét, akkor a Juventusnak az általános igazgatója, Giuseppe Marotta azt mondja, hogy rendben van, akkor én most felállok, és akkor ez ennyi volt, befejeztem. Most a Paratici az egy csoda gyerek, ezt tudjuk. Ő egy zseniális játékos megfigyelő volt, meg egy zseniális sportigazgató volt a Marotta keze alatt, meg a Marotta mellett. De ne felejtsük el, hogy itt a Marotta volt a sikerkovács. Itt a Marotta volt az, aki megálmodta és megvalósította azt a Juventust. És a Marotta keze alatt hupálódott ki a Paratici. És nem kéne elfelejteni, hogy aki tehetségek felkutatásában, meg kiváló játékosok leigazolásában jó, az egy általános igazgatónak még nem feltétlenül jó. Egyébként a Paraticiből még lehet is jó általános igazgató. Az igazi probléma az én szememben itt az Agnellivel van. És ez azért is fájdalmas, mert ez az Agnelli volt az, aki visszaadta a kallódó Juventusnak a spiritót, visszaadta a mentalitást, visszaadta az identitást. Önmagában az, hogy egy Agnelli az elnöke a csapatnak. És aztán ez a Juventus lett, ez a Andrea Agnelli lett az, aki megfosztotta a Juventust az identitásától, megfosztotta a Juventust a gyökereitől, amelyik elveszejtette a Juventusnak a címerét, az ebra csíkjait, a sikeredzőjét, az identitását. És az én számomra a szerethetőségét. És a groteszk az egészben leginkább az, hogy nem kerültünk közelebb egy jottányival sem a Bajnokok Ligája címhez. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a számomra teljesen nyilvánvaló, hogy a Allegri egy jegyzettebb, egy kvalifikáltabb, egy taktikailag sokkal érettebb szakember, mint amilyen a Sarri. Teljesen nyilvánvaló, hogy az Allegri addig maradt volna a Juventusnál, amíg csak a klubvezetés engedi neki. Az Allegri egy kincs volt. Sőt, hát ma is az. De ez a kincs alig, hanem már a Manchester United kincse, és nem a Juventusé. Ezt a döntést, az Allegri elküldésének a döntését már nem a Marotta hozta meg. Ez már az Agnelli döntése. És miért? Mindez miért? Mert amíg az Allegri a Juventusnál volt, minden évben megnyerte a bajnokságot és a kupát is, és minden második évben Bajnokok Ligája döntőbe jutott. És jött egy szezon,
amikor nem nyerte meg a kupát, csak a bajnokságot, és nem jutott Bajnokok Ligája döntőbe, pedig már ez a második év volt, már tavaly nem jutott be, csak tavaly előtt, tehát be kellett volna jutnia, de nem jutott be, és csak a bajnokságot nyerte meg. És hát persze ki kellett rúgni. Ki kellett rúgni azt az embert, akinél nem találunk különbet. Akinél nincs jobb edző. Akihez képest szakmailag nem fogunk tudni előrelépni. Ha a Zidánt leigazoljuk, akkor se. Talán ha a Kloppot leigazoljuk, talán. De miért jönne a Klopp egy ilyen klubhoz? Amikor a Jürgen Klopp mentalitásában, attitűdjében, minden ízében egy ezzel teljesen ellentétes világot, identitást képvisel. Viszont a tradicionális Juventus képébe beleillene. Abba beleillett volna, de az már nincs. Az a Juventus az a Liverpool. Az a Juventus az az Atletico Madrid. Az nem véletlen, hogy a Klopp az nem a Chelseahez igazolt, vagy nem a Cityhez igazolt. Az nem véletlen, hogy ő a Liverpoolhoz igazolt, mert ő a spiritót kereste, ő a mentalitást kereste, ő a szívet kereste, ő a tüdőt kereste. Ő nem a pénzt kereste, nem a hírnevet kereste, és nem a milliárdokat kereste, és nem a garantált sikert kereste. Ez a paradigmaváltás szerint a szurkolói szempontból milyen hatással van? Biztos, hogy a számok kedvezőek. Én simán meg vagyok győződve arról, hogy Cristiano Ronaldo leigazolása több szurkolót hozott a Juventusnak, mint amennyit elvett. Csak hát kik ezek a szurkolók? Tudták azt, hogy mi az a Juventus 2 éve? Tudták azt, hogy mi az a Juventus 4 éve? Tudták azt, hogy mi az a Juventus 20 éve? 15 éve? A helyzet az, hogy ez Andrea Agnellit nem érdekli. Nem érdekli, hogy ki az a szurkoló. A szurkolóknak a száma az, ami fontos. És több szurkoló. Olyanok, akik szédelektek a Real Madriddal, szédelektek a Manchester Cityvel, Barcelonával, de aztán a Juventus leigazolta Cristiano Ronaldót. És akkor az olyan egyértelművé vált a számukra, hogy ez a garancia a sikerre. Na ezeknek kell szurkolni, mert ezekkel majd nyernek, hiszen a Ronaldo majd berúgja. Így működik a futball, ugye? A helyzet az, hogy a Juventus eldobta azt, ami azért, hogy megszerezze a Bajnokok Ligája trófeát. És a keservesen groteszk az, hogy így sem szerzi meg. Legalábbis én nem látom, hogy közelebb kerülne egy lépéssel, akár. De legalább már az sincs meg, aki nem szerzi meg. Tehát arról van szó, hogy a Juventus eldobta azt, ami, hogy megszerezze a trófeát a nagyfülekkel. A trófea a nagyfülekkel nincs meg, de már a Juventus sincs meg, ami megszerezhetné. És mindezt miért? Mert Andrea Agnelli úgy érezte, hogy itt akár ő még 5 évet vagy 10 évet is kell, hogy várjon a nagyfölű trófeára. Hogyha itt az Allegrivel ebben a mederben folynak tovább a dolgok. Hát itt ezt föl kell gyorsítani, ezt a folyamatot. Itt még sokkal több Juventus merchandise terméket kell eladni. Ez pedig a régi ósdi címer nem jó, tehát ez egy új, modern, márkalogó-szerű brand kell, és akkor ezzel majd még sokkal több merchandise terméket lehet eladni, plusz Ronaldóból még sokkal több bevétel generálható, és ebből majd leigazoljuk azokat a játékosokat, akiknek a révén majd megszerezzük a címet. Miért? Mert így csinálta a Real Madrid. Mert így csinálták azok a klubok, amelyekről példát akar venni az Andrea Agnelli. A helyzet az, hogy a Liverpool nem így csinálta. A Liverpoolnak nem kellett Cristiano Ronaldót leigazolnia, nem kellett ezeket a nagy nevű világsztárokat leigazolnia, hanem egyszerűen csak kellett egy erős keretet hozni, olyanokat, akiket az edző megkívánt, és az edző megkreálta belőlük a világklasszis játékosokat, meg megkreálta belőlük a világklasszis verhetetlen Liverpoolt. Tehát látjuk, hogy ez a
stratégia ez működni tud. Nem kell eldobnod az identitásodat. Sőt, visszatalálhatsz az identitásodhoz, és az identitásoddal együtt elnyerheted a bajnoki címet is, a kupát is, meg a nagyfülű trófeát is. Mindent. De az Agnellinek nem volt ideje. Nem volt türelme kivárni ezt. Nem tudom, hogy miért. Neki nem volt türelme beletenni még 3 év, 5 év, 8 év, 10 év mi munkát, hogy meglegyen az eredménye, hanem ő azonnal akarta. Vagy lehetőleg jövőre. És ehhez igazolni kell. És igazolni meg úgy lehet, hogy a bevételt növelünk. Tehát elkezdett a Juventus tényleg úgy működni, mint egy vállalat. Mint egy nagy vállalat. Aminek részben nyilván természetes, hogy nagyvállalatszerűen működik. De a multinacionális részvénytársaságok identitástalanságának és elvtelenségének a példáját talán nem kéne a Juventusnak magára vennie. Hogy mindenáron és csak is és kizárólag büdzsét növeljen, és bevételt növeljen. És hát itt az Agnelli tényleg azt gondolja, hogy gazdaságilag kell megverni a rivális klubokat, hogy a pályán megverhesse őket. Csak hogy a képlet az nem ilyen primitív. Az a helyzet az, hogy a Liverpool gazdaságilag nem pipálta le a Real Madridot, és nem pipálta le a Manchester Unitedot, és nem pipálta le a Barcelonát, és nem pipálta le a Bayern-t. Sőt, gazdaságilag úgy gondolom, hogy még a Juventus sem pipálta le, csak sportszakmailag. Csak a pályán. Ott igen. Tehát látjuk, hogy ez nem törvényszerű. És nyilvánvaló, hogy ez volt a konfliktus a Marotta és az Agnelli között. És természetesen az Agnelli erőből átnyomta az akaratát, mert úgy érezte, hogy ez egy óriási lehetőség a Juventusnak, hogy leigazolja Cristiano Ronaldo-t. Nyilván óriási lehetőség arra, hogy ő megszerezze Ronaldo-t és elveszejtse önmagát. Hogy összeronáldózza magát, és menthetetlenül egyszer és mindenkorra klubból mémmé váljon. Hát rálépett a Juventus erre az útra. És most megy a kapkodás. Mindaz, ami Giuseppe Marotta előtt zajlott. Most újra kezdődik. Leigazoljuk Sarrit, de igazán nem bízunk benne. A idény felénél elkezdjük környékezni Zidánt, hogy jöjjön a Sarri helyére. Ebből lesz a Bajnokok Ligája cím? Ebből lesz a halhatatlanság? Meg a verhetetlenség? Az Agnelli meg a Paratici így ebben a felállásban még csak másfél éve vezetik a klubot, de már elérték azt, hogy kérdéses a bajnoki cím. Kérdéses a bajnok csapatnak a kivéte Olaszországban. Ugye mondanom sem kell. Ugye jeleznem is felesleges, hogyha Allegri lenne az edző, ez nem lenne kérdéses. De bajnoki cím Juventusé lenne. Minden kétséget kizáróan. Így Sarrival már a bajnoki címet is sikerült veszélybe sodorni. Aztán lehet, hogy megszerezzük, mert még mindig a miénk a messze legerősebb keret, de ugye mondanom sem kell, hogyha az Allegri lenne a Juventus edzője jelenleg, és nem a Sarri, akkor egy olyan 8-10 ponttal több lenne a Juventus neve mellett, az tud. És ráadásul az Allegri még csak nem is távozott a Ronaldo érkezésére föl. Pedig megtehette volna, és igaza lett volna. De nem, ő kitartott az Agnellivel kötött megállapodás mellett. Ő kitartott a Juventus mellett. És ez egy nagyon-nagyon jó mentalitású edző. Ez az Allegri. Egy nagyon-nagyon jó mentalitású, egy lojális, egy megbízható, egy nyugodt, egy szakmailag felülmúlhatatlanul felkészült edző. És kirúgták. Kirúgták bélpoklosságukban, telhetetlenségükben.
és felelőtlenségükben. Az igazság az, hogy én már nem vagyok Juventus szurkoló. És a további igazság az, hogy semmilyen más szurkoló nem vagyok, és nagy valószínűséggel már nem is leszek. Én már olyan módon a klubfutballt nem tudom követni, amilyen módon azelőtt, hogy a Juventus kiégette magát a szívemből. Szóval, hogy összetört a szívem. És jelenleg egy Juventus meccset látok, és csak ürességet érzek belül. Ürességet. És amikor még a Giorgio Chiellinit mutatja a kamera, akkor még valami megmelenged belül. De így, ahogy látom a Juventust, meg ahogy végignéztem, ahogy Marquisiót lapátra tették, ahogyan ez a klub bánik a kincseivel, meg az identitásának a hordozóival. Látom a meccset, és nem érdekel a végeredmény. Nem érdekel. Nem érdekel, mert már csak az egyeseket és a nullákat látom. Már csak már az egész cselekmény az Andrea Agnellinek a pénztárcájában, meg a számítógépében zajlik. Meg a bankszámláján. És szóval, hogy ebből a divat hullámból én már kimaradok, ami most a Juventus. Meg amivé a jövőben a Juventus válik. Aztán, ha egy nap majd a Juventus az önelveszejtés útján visszafordul. Minek kell ehhez történnie? Most már azt mondom, hogy az Agnellinek kell megbuknia hozzá. Tehát az Agnelli. Tehát én nem látom lehetőségét annak, hogy az Agnellivel ez megváltozzon. Ahhoz az Agnellivel kéne ezt valakinek megértetnie. De nem hiszem, hogy ez. Nem hiszem, hogy ezt ne próbálta volna már meg. Nálam lényegesen befolyásosabb ember, százszor befolyásosabb ember, és az Agnelli hát láthatóan megy tovább ezen az úton. Ehhez először is zebracsíkos mezben kéne látnom a Juventust. Mondjuk egy nulladik feltétel ez lenne. Nem, nincs értelme ábrándozni erről. A Juventus az olasz Real Madrid, nekem pedig ez semmi közöm többi. Tehát akkor teljes a kiábrándultságod? Jelenleg igen. Jelenleg nem is látom körvonalazódni a lehetőségét annak, hogy ez megváltozzon. És persze nyilván attól, hogy a Marotta meg a Conte felöltötték a kígyó bőrét, és Milánóban egyesítették az erőiket. Én ettől még nem fogok tudni az Internek szurkolni. Tehát látom a Marottát meg a Contét, ahogyan vezetik az Intert, és nem érzek semmit. És látom a Paraticsit, meg a Sarrit, ahogy vezetik a Juventust, és szintén nem érzek semmit. Ez van. Tudomásul kell venni. Viszont ennek ellenére időnként látni a Digi Sport reggel is tart műsorában. Mi készített akkor mégis arra, hogy elmenj? Hát egy ideje már nem voltam. Hát ez mikor lehetett, hogy én legutóbb voltam egy, nem tudom én, talán egy éve. Hát, ideje nem voltam, de hogyha hívni fognak, hogyha érdeklődni fognak irántam, eleve, hogyha egyszer majd vége lesz a karanténnak, egyszer majd újra lesz klubfutball, egyszer majd érdekelni fogja a Digisportnak a szerkesztőit az én véleményem, egyszer majd behívnak, én ott sem fogok tudni erről mást mondani, és akkor majd, ha kíváncsiak rá, el fogom mondani ugyanezt.
Én most gondolkozom, mert nagyon nem ilyen kérdésekkel. Talán nincs is értelme folytatni, mert azt ki elmondtam, ami tudod, de most minden más kérdést ez most zárójelbe tesz, tudod? Tehát most ez, nagyjából azt hiszem, hogy maradhatunk ennyiben, mert ez, elmondtam, ami a szívemet nyomja. Tehát, ezek után arról beszélni, hogy a Bernardeschi az jó szélső-e, vagy hogy eladjuk-e, vagy hogy megtartjuk-e, vagy hogy... Kérdeznélek még viszont arról, hogy mit gondolsz, tehát így egy kicsit visszakanyarodva a szurkolói... tehát a szurkolói identitásra úgy annak fényében, hogy ezek a változások megtörténtek, amiket te így ennyire nehezményezel, szerinted akkor elértéktelenedett szurkolónak lenni, egyáltalán van értékes szurkoló? Nem, én attól függ, hogy minek szurkol. Én azt gondolom, hogy a nemzeti válogatottaknak továbbra is lehet szenvedéllyel szurkolni, mert az a közeg azért olyan mértékben nem üzletiesült el, pont azért, mert valójában egy évben játszanak 10 vagy 15 meccset, van két évenként egy torna, azokra a tornákra összeállnak, de valójában ugye tudjuk, hogy a klubfutball az, amiben a pénz van. Pont azért, mert a klubfutballban van a pénz, a válogatott futballban még megmaradt valamennyi identitás. De nem azt jelenti ez sem, hogy a klubfutballból minden identitás kiveszett. Mert vannak olyan klubok, amelyek meg tudják őrizni az identitásukat, és még sikeresek is tudnak lenni. Most én úgy gondolom, hogy a Tottenham Hotspur vagy a Liverpool az megőrizte az identitását. Vagy mondjak egy példát, említettem korábban az Atletico Madridot. Az Atletico Madrid az megőrizte az identitását. Hát az ha Atletico Madrid szurkoló lettem volna valaha, én annak a klubnak továbbra is tudnék szurkolni. Ha Liverpool szurkoló vagy Tottenham szurkoló lettem volna valaha, én azoknak a kluboknak továbbra is tudnék szurkolni. Én azt gondolom, hogy a klubok félreértelmezik azt, hogy mit jelent a siker. Már a klubvezetők, már mint az önük, de leginkább Anyelvi. Nem az a siker, hogyha a csapatodat úgy hívják, hogy Mr. Hollywood, vagy nem is Mr. Hollywood, FC Hollywood. Mert ugye a Bayern Münchennek ez a beceneve, hogy FC Hollywood. Hát én ettől hány ingert kapok? Tehát én ettől hány ingert kapok? Hogyha az én klubomra azt mondanák, hogy FC Hollywood, én a belemet kiokádnám. De az Anyelli, meg úgy általában a klubvezetőknek az öme azt gondolja, hogy ennél nincs tovább. Ez a legtöbb, amit egy klub elérhet. Az én szememben meg a legkevesebb. Tehát az én szememben ez a semminél is kevesebb. Tehát ez azt jelenti, ez, hogy te vagy az FC Hollywoodnak az egyik játékosa, az azt jelenti, hogy egy hollywoodi sztár vagy. Ez azt jelenti, hogy ezek sztárok. Ezek nem egy csapat. Ezek nem egy szellem. Ezek narcisztikus, önimádó sztárok. Ezt jelenti az FC Hollywood az én szememben. Tehát a Juventus is célba vette az FC Hollywood státuszát. Azért szerettem volna a mellett veled beszélni, hogy érdekel a véleményed a csapattal kapcsolatos dolgokról, mert a te státuszod, az, hogy közismert személyiség vagy, az nem egy mindennapos dolog, így szurkolóként, és az is érdekel volna, vagy hát nem tudom, hogy akkor ennek itt tényleg van-e aktualitása, hogy így mi változtat ebben a tekintetben azon, hogy tehát miben vagy te más szurkolóként, mint egy átlagember? Tudsz ebből profitálni? Abból, hogy ismert vagy? Véleményvezérként tekintesz-e magadra valamilyen szempontból? Van-e befolyásoló szándékod, amikor megnyilatkozol? Van, mindig van. Van befolyásoló szándékom, amikor megnyilatkozom, de szurkolunk egymást érzelmileg, érvekkel úgysem tudják befolyásolni. Tehát nincs olyan, hogy valaki
Juventusnak, én ezt elmagyarázom, és az illető már nem szurkol a Juventusnak, mert ez egy érzelmi síkon dől el. Ez az embernek az érzelem világában, a lelkében dől el. Megbírja nézni, vagy kibírja, hogy ne nézze meg a 36. fordulóban a Juventust idegenben a Cagliari ellen, vagy nem bírja ki. Ez ilyen egyszerű. Ha nem bírja ki, akkor szurkoló. Akkor látnia kell. És én most ezt elmagyarázom valakinek, lehet nekem bármekkora véleményformáló erőm vagy tekintélyem, érzelmeket nem lehet racionális érvekkel befolyásolni. Tehát ez, a szurkolás, egy klubnak a szeretete az szerelem. Az egy nagyon nemes érzelem az én szememben. Leginkább ezeknek a trubadur költőknek a szerelméhez hasonlítható. Ugye ez egy olyan szerelem, amit nem lehet elhájni. A klub még csak nem is tud rólad. Nem is tudja, hogy létezel. Hát ez igazán plátói szerelem. Ez valami nagyon romantikus dolog, amit az ember a klubja iránt érez. Csak tudod, amikor a trubadur költő... Ide leteszek egy pint, mert ezt be fogom idézni tőled. Csak tudod, amikor a trubadur költő meglátja a szíve hölgyét, ahogy milliárdosokkal hentereg, szabad szemmel jól látható pénzekért, akkor az embernek elmegy a kedve, és nem a szíve hölgyétől, hanem a költészettől. Na hát valami ilyesmi történt velem is. Én persze a Juventusból ábrándultam ki, de nem csak a Juventust vesztettem el, hanem az egész klubfutball iránti érdeklődésnek a képességét is elvesztettem, mert hogy engem a Juventus fűzött a klubfutballhoz. Így, hogy most ez elveszett, az egész kicsit olyan lett nekem, mint egy gombfoci meccs. Nézem érdeklődve, hogy mi történik, de igazán nem számít, hogy ki nyer. Ez történt. Kérdezhetlek egy kicsit a Sport TV-s időszakodról? Aha. Hogy kezdődött egyébként ez, hogy szakkommentátor vagy? Ez tehát amiatt éreztél erre a készítést, mert Juventusos voltál egyébként, vagy alapvetően a foci szeretete? Azért, mert Juventusos voltam, és csak Juventus meccseket szakkommentáltam. És ez a sportklubnál történt, akkor azt hiszem, hogy 2012-2013-as szezonban. És azért vállaltam ezt, mert az egy csodálatos időszak volt. Akkor az volt a Juventus bajnoki címét követő első szezon. Akkor igazolta le a Juventus a Paul Pogbát. Az egy csodálatos időszaka volt a Juventusnak. Az identitás megtalálása, a spiritónak a fellángolása. És én is az elragadtatásomnak a csúcsán voltam a Juventusszal kapcsolatban, és akkor ezért ez nekem akkor egy nagy élmény volt, hogy én szakkommentálhatom azokat a meccseket, amiket amúgy vallásos áhítattal bámultam, ahogyan ez a csodálatos Juventus leverte az amúgy Allegri által vezetett, világsztárokból álló, Ibrahimovic-sal támadó AC Milánt. Tehát az a mentalitásnak, az a spiritónak a diadala volt. A büdzsé felett, a milliárdok felett, a Berlusconi ebből szerzett vagyona és abból vásárolt futball hegemóniája felett. Az csodálatos időszak volt, és egy nagy ajándék a sorstól, hogy én ott és akkor szakkommentálhattam azokat a Juventus meccseket. Az én számomra egy hőskor. Gyakorlatilag most az aktualitásoktól elvonatkoztatva, te mint már akkor ismert ember, hogyan viszonyultál a szurkolói közösségeben való részvételhez? Gondolok itt arra, hogy mondjuk tudom, hogy készítettél
Juventus-szal kapcsolatos videót. Publikáltál-e valahova, csináltál-e ilyeneket, vagy hasonló dolgokat? Juventus, van egy Juventus blog, amelyik néha felkért arra, hogy nyilván csak véleményt arról, hogy hogy áll a klub, merre tart a klub, mi a véleményem az igazolásokról, mi a véleményem az edzőről, mi a véleményem a klubvezetésről. És erre azt hiszem kétszer is sor került, hogy én a Juventus blogba írtam egy cikket arról, hogy szerintem mi a státusz a Juventusnak, és hogy merre tart, és hogy ezek a folyamatok kedvezőek-e. Ez a Bianca néni? Nem, ez nem a Bianca néni, hanem ez a... Ez... Ez... Juventus blog. Juventus.blog.hu. Aha. Én a Juventus.blog.hu-n publikáltam erről. Gondoltad valaha azt, hogy különleges dolog a Juventusnak szurkolni? Mindig is. És miért? Úristen, ezt nagyon nehéz megmagyarázni. Szerintem minden szurkoló úgy gondolja, hogy különleges dolog annak a csapatnak szurkolni, aminek szurkol. Szerintem minden szurkoló úgy gondolja, hogy semmilyen más csapatnak nem lehet szurkolni, és nem érti, hogy hogy lehet más csapatnak szurkolni, és biztos abban, hogy nem szurkolhat más csapatnak soha. És ezzel én is mindig is így voltam. Én nagyon röviden miért? Nagyon röviden a spiritóért, a mentalitásért, a szellemiségért, ami a zebracsíkos mezben kifejeződik, mindazért. A tradícióért, azért, mert mi vagyunk Olaszország mennyasszonya. Vagy hát mi voltunk. Vagy hát nyilván van, aki még ezt így érzi. Én nem hiszem, hogy azt az űrt, amit a Juventus a szívemben hagyott, valaha bármilyen más klubbe tudná tölteni. Viszont Olaszországban és Magyarországon szerintem azt érdemes külön választani, hogy a Juventus nem ugyanazt jelenti. Ott mondjuk egy Real Madrid, ami nekünk itthon Real Madrid, itthon pedig csak egy a sok közül. Ilyen szempontból is kérdezem, hogy esetleg volt benned olyan motiváció, amikor 10-11 éves korodban ezt kiválasztottad, vagy ez választott kicsit ki engem. Később? Ez választott ki engem, nem én választottam ki ezt. Tehát engem a Platini, a Bonyek, a Tardelli, a Skire, ők a Vinozov, ők választottak ki engem. Tehát nem úgy történt, hogy én hoztam egy ilyen döntést, hogy akkor, na hát akkor válasszunk egy olasz csapatot, vagy válasszunk egy európai klubot, és akkor annak lehet szurkolni. Hanem ez egyszerűen megtörtént velem, hogy melyik meccset láttam, hogy melyik pillanat volt az, hogy mikor történt, én erre már nem emlékszem, mert mit én 9 éves lehettem. De az biztos, hogy arra viszont már jól emlékszem, hogy a Juventus nest, hogy a Juventus címert, hogy a Juventus régi stadionját, hogy a Juventusnak a jelenségét látva és észlelve, én bennem fellángolt a szerelem. Hát ez egy túláradó érzelem, egy kiáradó érzelem, amit nem, ennél jobban én nem tudok racionalizálni. És miben merült ki egyébként a szurkolóiságod? Meccseket rendszeresen nézted? Gyűjtöttél meszt? Persze, rendszeresen. Hát most az azt jelenti, hogy az összes meccsünket láttam, és mit tudom én, egy évben kimentem 2 meccsre Torinóba, mondjuk átlagosan, és hát a Cardiffi Bajnokok Ligája döntőn ott is voltam. Hát ott jelen voltam.
keserves körülmények között kikapott a csapat. De a berlini döntőn is kint voltam, csak nem voltam bent a stadionban, hanem a stadionon kívül. Vártam az ünneplést, aztán várhattam. Szánt szándékkal maradtál kint egyébként? Nem. Arra a meccsre nem jutottam be. De a Cardiffira bejutottam. Üzérektől sikerült? Igen. Igen. Jó, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Tényleg megtisztelő volt.